Annyi minden nyugtalanság és útkeresés jellemzi életünket. Ott van kérdésként a családok egysége, hűsége, a házasság boldogsága és beteljesülése, kiteljesedése. A család akkor egészséges, ha van feje és szíve, és mindkettő jól működik. Egy gyermek akkor tud felnőni egészségesen, hogyha van a családban tekintély, a családfő, és van egy nagyon megértő, szerető édesanyja, aki a szívet képviseli. Damaszkuszi Szent János ír néhány gondolatot Szent Annával és az ő szerepével kapcsolatban. Szeretném ezt a kis rövid írást használni a mai ünnep titkának a kifejtéséhez. Tudjuk, hogy Szent Anna és Szent Joakim idősek voltak már, amikor végre gyermekük született, a boldogságos szűz. Hány és hány házaspár éri át azt a szomorúságot, hogy hiába szeretnének gyermeket, nincs gyermek, vagy esetleg nagyon későn születik. És ilyenkor talán szemrehányást teszünk a Jóistennek, hogy Uram, hát tudod, hogy én mire vágyok, és te mégsem teljesíted. Miért engeded ezt a szomorúságot, ezt a szenvedést? Szentkútról jöttem, és Szentkúton is nem egyszer visszajelzés jön. Jönnek házastársak gyermekért imádkozva, mert évek vagy akár évtizedek teltek el az életükben, és nincs gyermek. És egyszer csak a szűzanya közben járására Isten megajándékozza őket gyermekkel. Éppen nemrég volt egy zarándok csoport, gyerekek, felnőttek, családok, és kint a téren, mondom el nekik ott a Lurdi barlangban kitett emléktáblákra is utalva, hogy hát ilyen kérések el szoktak hangzani, és nagyon sokszor szűzanya meghallgatja. Előtte szentmise volt, több minisztráns is volt. Az egyik ügyes minisztráns odapattan elém, és azt mondja, atya, én is ilyen gyerek vagyok. A szüleim engem is itt imádkoztak ki, és azért élek, de már van egy öcsém is. Oda jöttek a szülők is, és nagy örömmel mondták, igen, itt kaptuk a Jóistentől. Damaszkuszi Szent János azzal kezdi a gondolatát, az volt a gondviselés terve, hogy Annától szülessék meg az Isten szülőszűz, a természet emiatt nem merte más gyermekkel megelőzni ezt a kegyelemtől áldott magzatot, ezért maradt gyermektelen az anya addig, amíg a kegyelem meg nem temette benne gyümölcsét, mert elsőszülöttként kellett a világra jönnie annak, akitől születik majd az egész teremtés elsőszülöttje, és minden benne áll fönn. Milyen mélységes az a titok, amelyel Isten előkészíti az ő ajándékát, az ő tervét, és az egész emberi történelmünk értelmévé változtatja. Milyen boldog házaspár vagytok, Joakim és Anna, a teremtett világ mindenség lekötelezve érzi magát nektek, mert általatok nyújtotta át a teremtőnek a mindennél értékesebb ajándékot, a teremtőhöz egyedül méltó, tisztaságos édesanyát. Örülj, Anna, te magtalan, aki nem szülsz. Fejezd ki örömöd és újjongj, aki nem vajudol. Újjong, Joakim, mert leányodtól gyermek születik, fiú adatik nekünk. Így fogják hívni a világ mindenség üdvösségének tanácsadó angyala, erős Isten. Igen, ez a gyermek Isten. Isten milyen törékeny, nem látványos, nem az emberi szem előtt nagy dolgokkal építi az ő terveit, hanem a kicsinyeken keresztül, az alázatosokon, akik képesek és készek befogadni az Isten tervét és követni azt. Mennyi család tönkre megy, szétesik, boldogtalanná válik, mert nem találja azt az megtartó erőt, azt a biztos alapot, amire építkezhet. És mennyi fiatal indul úgy el az életben, hogy nem képes elköteleződni. Miért vannak a csupán együttérések? Nem lesz boldogabb az ember ettől a szabadságtól.
csupán gyengébb, mert nem ismeri föl életének igazi távlatát, szépségét. Joakim és Anna szent és tiszta életű házaspár. Titeket valóban házasságtok gyümölcséről lehet felismerni, ti egészen úgy éltetek, ahogyan Istennek tetszett, és ahogyan illett ahhoz, akit a világra hoztatok. Tiszta és szent házasságtok hozta közénk a szüzesség drága gyöngyét, aki szűz volt szülés előtt, szűzen szülte gyermekét, és a szülés után is szűz maradt. Tisztaságra épülő élet. Mindannyiunkat körülvesz a világ szennye, mocska, torzulása, visszaélése, önzése, de beengedjük-e szívünkbe, gondolatainkba, érzésvilágunkba, szokásainkba ezt a tisztátalanságot. És úgy gondoljuk, hogy a szabadság az, ami minket majd boldoggá tesz, és közben éppen az alapokat rombolja össze, az igazi megtartó erőt veszi el tőlük. Így folytatja Damaszkusz Szent János, csodáljuk tisztaságtokat, Joakim és Anna. Ti a természet rendje szerint híven megtartottátok a házasságban az állapotbeli tisztaságot, és jutalmul a természet rendjét fölülmúló ajándékot kaptatok Istentől, hiszen ti hoztátok a világra a férfit nem ismerő Isten szülőt, ti szenttől jámborul éltétek az emberi életet, és imé leányotok kiválóbb az angyaloknál, és most már királynőjük is lett. Hadd tegyem fel a kérdést, miért nincsenek az egyháznak ma megfelelő számban és lelkületben papjai, szerzetesei? Miért fogyatkozott meg a hivatások száma? Azoknak a fiataloknak a száma, akik meghallják és el tudják fogadni Isten megtisztelő hívását, hogy az ő szolgálatában, az ő országa építésében egész élettel ott lehessenek. Mindannyian érezzük. A háttérben a családok vannak. Hiszen a családban nő fel az a gyermek. A családban tanulja meg azt, ami az élethez fontos. Tapasztalja a szülők részéről az Isten iránti bizalmat, nagy lelkűséget, hűséget, tisztaságot, készséget. Mert ha nem, akkor mit visz magával? Lehet, hogy fölébred lelkében a hivatás vágya, aztán egyszer csak megjel és otthagyja. Nincs szükségünk papokra, szerzetesekre. Nincs szükségünk olyanokra, akik tanúságot tesznek Isten szeretetéről és országáról, de az a családokban kezdődik az élet, a hűség, a tanúságtevés. És azok a fiatalok, akik nem merik vállalni az elköteleződést, szabadon hagyják egymást, amíg jól esik, amíg úgy gondoljuk, amíg meg nem változnak a körülmények, addig vagyunk egymás mellett, aztán ki menjen az útjára, az emberi élet kicsúfolása. És az új életeknek a legnagyobb katasztrófája. Hogy nő föl egy gyermek, akinek nincs biztos háttere, aki nem tud támaszkodni a szülők hűségére, szeretetére és nagylelkűségére, mit fog továbbvinni, milyen lesz a jövő? Végül Damaszkusz Szent János magát a szűzanyát szólítja meg. Ó, te gyönyörűséges, édes leány! Ádám gyermeke, de Isten szülője! Milyen boldogok a szüleid, mennyi gyönyörűséggel vettek ölükbe, egyedül a te szüleid kívánsága volt, hogy eláraszthassanak tisztaságos csókjaikkal téged, mindenkor tökéletesen tiszta szűz. És idézi a Zsoltár szavait, minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, újjongjatok és énekeljetek, csak kiáltsátok a dicséretet, ne féljetek, harsogjátok Isten dicsőségét. Szent Anna és Szent Joakim életet titkának szemlélésével gondoljuk át. Isten minket is végtelenül szeret. Mindegyikünket meg akar ajándékozni az ő isteni gazdagságával, biztonságával, békéjével, szeretetével. De hogy elfogadjuk-e? Befogadjuk-e? Követjük-e? Elkötelezzük-e magunkat? Van elég bátorságunk az egész életünket erre építeni? Ez rajtunk múlik.